A hagyományokhoz híven idén is megrendezték a Pécsi Egyetemi Napokat, igaz egy új helyszínen, az Expo Centerben. A PEN keretein belül sor került a diákrektor választásra is. A két hónapig tartó versenyen 6 kar képviseltette magát. A versenyzőkre színes és változatos feladatok vártak, mint például a zászlókészítés és a csapatbemutatók. A PEN 0. napján a Barbakántól indult a felvonulás, ahol az összes kar saját himnuszát adhatta elő. Toszpodákos Zsombor megfogalmazta élményeit a vetélkedővel kapcsolatban. Igazából én ezt nem is nevezném versenynek, ez a csapatok közti vetélkedő inkább, de főként arról szól, hogy barátkozunk, nagyon sok új kapcsolat teremtése, mondjuk a jó szó. A diákrektor választás célja a karok közti kohézió erősítése, ismerkedős, kreatív versenyszámokon keresztül, ezáltal is képviselve az egyetemi kultúrát. A harmadik helyezett a bölcsészettudományi kar színeiben induló Open Stage lett. A második helyet a Pendroidok egészségtudományi kar csapata nyerte meg. A 2019-es diákrektor verseny győztese pedig a műszaki és informatikai kar Kalippenger csapata lett. Igazából extázisban érzem magam, mert mi vagyunk az első Mikes csapat, akik megnyerték a diákrektor választást, és ez felemelő. Az összes feladatot élveztük. Igazából amikor a videókat csináltuk, szerintem azok voltak a legjobbak, mert együtt volt a csapat, együtt csináltuk, és közben jól éreztük magunkat. A diákrektor megválasztása után sem állt meg az élet a PEN-en. Rengeteg zenei koncerten vehettünk részt, köztük a pécsi gyökerekkel rendelkező évről évre visszatérő Halott Pénz koncerten. Boros Gábor, művész nevén DJ Venom, a zenekar tagja elmesélte csatlakozásának történetét. Azt mondhatjuk úgy, hogy a hétfős élő zenekaros felállás az a 2 évvel ezelőtti lemez kapcsán egy A38-as koncerttel debütált, és azóta heten járjuk az országot, ez a Szójanyúnak, hogy a városban vagyok lemez, amiről beszélünk, ennek volt ott egy másfél órás lemez bemutatója hajón, amit akkor egy fantasztikus élményként éltünk meg, hogy végre teljesen élőben szólalnak meg a dalok. Előtte rövid ideig volt egy live act-es felállás, amiben Dávid rappelt, a Márk énekelt, Csabi barátunk játszott be különböző szinti hangokat, és én DJ-ztem, és ezzel már mentünk egy kört az országban. Én igazából a Feneked a gyengém kapcsán dolgoztam először a Dáviddal, abban scratcheltem először, és igazából azóta zenélünk együtt. Minél több megkeresés érkezett, mondjuk koncertek kapcsán, minél több tévészereplés, interjú, stb., annál inkább próbáltunk fejlődni, és mindent megtenni annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet nyújtsuk. Fejlesztettük a hangszerparkunkat, igyekeztünk nagyobb próbatermet találni, ahol minőségi próbákat tudtunk tartani. Folyamatosan fejlesztettük az élősót, új és új elemek kerültek be, új és új dalok kerültek be. Áthangszereljük időről időre magukat a dalokat, hogy minél inkább mondjuk egy fesztivál környezetbe passzoljanak, hogyha éppen egy fesztivál turnén van a zenekar, vagy hogyha például a tavalyi aréna turnénkra gondolok, akkor arra egy teljesen más típusú műsorral készültünk. Szóval én azt gondolom, hogy minden kihívás elé úgy állt oda a zenekar, hogy igen, ezért meg kell dolgozni, ezt meg kell ugrani, ezt meg kell csinálni, ehhez fel kell fejlődni, mondjuk ahhoz például, hogy az ember egy Sziget nagy színpadon játszhasson. És hogy milyen kötődése van Pécshez DJ Venomnak? Én a PTR-re érkeztem Pécsre, történelem szakra, és úgy alakult az élet, hogy az életem befejezése után is a városban maradtam, közben 12 évre pécsi lettem, és minden percét imádtam ennek az egésznek, az egyetem után még visszamentem a PhD programba is, szintén az egyetemre. Pécsinek lenni szuper. Szinte már hagyomány, hogy a nagyobb, ismertebb zenekarok mellett a feltörekvő pécsi zenekaroknak is külön kis színpadot biztosít a rendezvény. Nagyon jó volt, meglepően sokan jöttek ránk, ugyanis volt egy 20 perces blokkunk a Mongoose és a Brains kezdetét egyszerre, és azt hittük, hogy ugye elmennek mindenki a két populáris zenekarra, de végül egy csomóan beszállingóztak hozzánk, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, igazából nagyon király volt szerintem a koncert. Pécsen már elég sok koncertünk volt, szerintem egy 30 darab talán, nem tudom pontosan, meg ugye vidéken szoktunk játszani néha, úgyhogy nem az első volt, az biztos. Ebben a felállásban egyébként a második volt, mert van egy új tagunk, a Tomi, aki most gitározik újonnan, és hát ez a második koncertje volt velük igazából. Metal a fő irány, metalos zenét játszunk, de vannak benne mindenféle pop, rock, alter, jazz elemek, szóval próbáljuk vegyíteni, hogy ne legyen unalmas nekünk se, és a nézőknek se. A zenekar egyre gyakrabban turnézik is. Leginkább Dél-Dunántúlon, és
Budapest környékén játszottunk eddig. Három turné szezonunk volt, amit ilyen klubszezonnak lehet nevezni. Ezt leginkább ilyen társzenekarokkal hajtottuk végre, aki ilyen sorstársak nekünk, barátaink, így a közelből. Voltunk legtöbbször Szegeden, Budapesten, Bátaszéken, Siófokon, tehát az ilyen városokban jártunk leginkább. Az eddigi legnagyobb koncertévenyünk klub szinten talán az a Subscribe-nak, a tribute zenekarának a formációjával volt. Az a Rage Against the Machine tribute zenekaruk, aminek a neve Guilty Parties, és a lemezbe adott a koncertjüket előttük adtuk az Eskáféba Pécsen. Ez számunkra egy külön élmény volt, ugyanis a zenét, amit játszunk, azt az ő zenéjük inspirálta nekünk, ráadásul a Subscribe-ból kettő tag tanít is minket személyesen, úgyhogy ez egy külön élmény volt számunkra, hogy a tanáraink és az idolaink előtt egyszerre játszhattunk és bizonyíthattunk. Az volt szerintem az eddigi legsikeresebb koncertünk. Az Even zenekar 2015 márciusában alakult, és azóta számos fellépést tudhat maga mögött. Vajon díjak tekintetében is hasonló a helyzet? A Zen & Roll tehetségkutatón harmadikak lettünk, és annak a keretében nyertünk egy eskápés koncertet Pécsen. És hát ugye ez a bennes fellépés is gyakorlatilag egy ilyen tehetségkutató-szerű volt, ugyanis az volt a lényeg, hogy be kellett küldeni a hanganyagunkat egy szakmai zsűrinek, és akkor ők választottak ki, hogy kik léphetnek fel. Úgyhogy leginkább az a Zen & Roll-os, egy ilyen hangfoglaló átnevezve. A díj harmadik helyezett, illetve ez a bennes koncert, amilyen nagyon sikerorientált szakmailag. Mint minden feltörekvő zenekarnak, így az Eventnek is vannak jövőbeli céljai. Stabilizálódott a felállásunk így egy ötös fogatként megint. Most jelenleg elkezdtünk új számokat írni, majd nyáron fog kezdődni szerintem egy kisebb stúdió session. Terveink szerint talán ősszel egy új single-el meg tudjuk örvendeztetni a nagy érdeműt, amihez majd egy szöveges videót vagy videóklipet is fogunk publikálni. Ezt majd eldöntjük akkor az anyagtól függően. Nagyon jól érzem magam, ez most az első fesztiválom, és igazán tök jól érzem magam. Itt vannak a barátaim, és nagyon élvezem, nagyon jó, tényleg. Kicsit ilyen lazább a fesztivál, meg felszabadultan érzem magam, szerintem nagyon jó. Ez a negyedik, amin itt vagyok, mondjuk csak egy éve tanulok itt, de felszoktunk így járni egy-egy napra, de ez a három napon most itt vagyok. Hangosabban! Fönt a kéz!